A fokozódó ukrajnai harcok miatt összehívta a védelmi tanácsot a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország biztonsága az első. Tovább csökkent az infláció májusban, 2,5%-ponttal mérséklődött áprilishoz képest, a kormány szerint működnek az intézkedések. Ismét villámárvizek pusztítottak több helyen az országban, az esőzések több helyen is súlyos károkat okoztak. És Ausztriában alagútból kellett egy vonat utasait kimenteni, mert kigyulladtak a szerelvénnyel szállított autók, csak könnyű sérültek vannak. Ez a híradó 7:30-tól az M1-en. Meszás Boglárka vagyok, jó estét kívánok! Bár az ukránok igyekeznek ezt cáfolni, a jelek szerint elkezdődhetett a hadseregük régóta ígért ellentámadása. Az oroszok által nemrég elfoglalt Bahmutnál, valamint a zaporizsiai atomerőműnél is heves harcok dúlnak, amiket Oroszország és a nyugati elemzők is az offenzíva részének tartanak. A fokozódó harcok miatt itthon a kormányfő hajnalra összehívta a védelmi tanácsot. Orbán Viktor hangsúlyozta, bár a tűzszünet és a béke lenne a legfontosabb, a harcok fokozódnak. A miniszterelnök leszögezte, a kormánynak továbbra is Magyarország biztonsága az első. A lövészt védő pajzsot mutatja egy ukrán katona az Ausztráliától kapott páncélozott járművön. Az acéllemez eltérített egy géppuska lövedéket, megmentve a fegyver kezelőjét. A felvételt az amerikai haditengerészet műveleti elemzéseit készítő intézet egyik kutatója tette közzé Twitter oldalán. A közösségi médiában egymás után jelennek meg videók az összecsapásokról. Az ukrán hadsereg olyan felvételeket tett közzé, amely közlésük szerint a Bahmut környéki előrenyomulásról készültek. Tájékoztatásuk szerint az orosz csapatok hátrálnak. A fokozódó harcokról érkező hírek miatt Orbán Viktor hajnalban összehívta a védelmi tanácsot. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban megtartott ülésen hangsúlyozta, bár a tűzszünet és a béke lenne a legfontosabb, az ukrán-orosz háborúban éjszakától fokozódó harcok zajlanak. A kormányfő leszögezte, nekünk továbbra is Magyarország biztonsága az első. Moszkva az ukrán hadicselekményeket egyértelműen a beharangozott átfogó ellentámadásként értékeli, de szerintük azok nem jártak sikerrel. Az ukrán fegyveres erők megpróbálták áttörni az orosz csapatok védelmi vonalát Bahmut közelében, de nem sikerült elérniük támadó célpontjaikat, és jelentős veszteségeket szenvedtek, közölte Igor Konashenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára szerdán még határozottan tagadta, hogy az előrenyomulás egy nagyobb hadművelet része lenne. Ez nem igaz. A hadseregünk eldönti, hogy mikor indul, attól függően, hogy az adott pillanatban milyen helyzet áll fenn a fronton, hangsúlyozta Oleksij Danilov. A Washington Post azonban csütörtökön ukrán katonai forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a hónapok óta várt nagy offenzíva elkezdődött. A lap szerint a leghevesebb összecsapások Zaporizsja térségében zajlanak, amit az orosz ellenőrzésű területek hatóságai is megerősítettek. Az ukrán erők célja, hogy az Azovi tenger partjáig hatoljanak, elvágva az oroszok szárazföldi összekötetését a Krím-félszigettel. A célok között szerepel Enerhodár városának felszabadítása is, ahol Európa legnagyobb atomerőműve található. Az amerikai lap elemzése szerint az offenzíva gerincét a NATO által kiképzett, nyugati fegyverzettel ellátott új ukrán egységek jelentik. Maguk az ukránok még nem jelentettek be semmit, de ez teljesen természetes. Az ukránok nyilván nem jelentik be, ha megindítják az ellentámadást, erről beszélt Kaiser Ferenc az M1-en. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint láthatóan hevesek a harcok és az ukránok támadnak. Bahmut bevétele után pedig az oroszok leálltak az előrenyomulással. Az ukrán ellentámadás céljairól azt mondta, Kijev vissza akarja szerezni az elfoglalt területeket, másrészt igazolnia kell, hogy nem hiába kaptak nyugati fegyvereket. Kaiser Ferenc szerint azonban nem lesz könnyű dolguk, mert az orosz erők tavaly november óta építik ki a védelmi vonalaikat. Ennek a mostani hadműveletnek a nagy kérdése egyébként az, hogy kik fáradtak el jobban fejben, az orosz katonák vagy az ukrán katonák. Sokan azt mondják, hogy az ukránok a hazájukat védik, tehát egyfajta mentális előny mellettük lehet, de ugye a támadó műveleteknél mindig a támadó fél veszít többet. Az ukránoknak ezért nagyobbak lesznek a veszteségeik, tette hozzá Kaiser Ferenc hangsúlyozva, amíg az ukránok csak védekeztek, addig az orosz oldal szenvedett komolyabb veszteségeket. Már legalább 5 áldozata van a Herszon megyei árvizeknek Ukrajnában. A keddig átszakadás után a Dnyeper folyó völgyét 10 Balatonnak megfelelő mennyiségű víz árasztotta el. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a helyszínről kért nemzetközi segítséget. Közben az orosz és az ukrán vezetés is a másik felet teszi felelőssé a katasztrófáért.
Minden korábbinál drámaibb felvételek érkeztek az átszakadt Kahovkai gátról. A drónkamerával készített képsorokon jól látható, hogy a lezúduló ár mocsárrá formálta át a tájat. A Dnyeper partján található orosz ellenőrzés alatt álló települések gyakorlatilag teljesen víz alá kerültek. Helyenként már a házak teteje is csak alig látható. Az ukrán hatóságok szerint a korábbinál ugyan lassabb ütemben, de a vízszint továbbra is emelkedik, és a folyó két oldalán összesen 42 ezer embert veszélyeztet az árvíz. A legnagyobb problémát jelenleg az ivóvíz hiánya jelenti. Az emberek felfújható gumicsónakokban közlekednek az elárasztott házak között. Van, aki többször is fordul, hogy az önkéntesek segítségével megpróbálja kimenteni az értéktárgyait. Ez a város egyik legszebb része. Mindig boldog voltam itt, de öregkoromra megkaptam a háború ajándékait. Nem tudok tőle enni, nem tudok aludni, és most már a lakásomba sem tudok bemenni, mondta egy idős asszony. A Dnyeper túloldalán az orosz mentőszolgálatok is folyamatosan dolgoznak a lakosok kitelepítésén. Csütörtök reggelig már mintegy 4300 embert menekítettek ki a térségből. Az orosz állami hírügynökség szerint csak az általuk ellenőrzött területen több mint 14 ezer lakóházat öntött el az ár. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közben azonnali segélynyújtásra szólította fel a nemzetközi segélyszervezeteket. Az ukrán államfő csütörtökön az árvíz sújtott a Herszon megyébe ment, hogy személyesen is meggyőzött a károkról, amiket Kijev szerint Oroszország idézett elő a gát felrobbantásával. Moszkva szerint azonban a történtekért Ukrajna a felelős. A gátszakadást megelőző napon a kijevi vezetés egy feljebb lévő gát megnyitásával megemelte a Kahovkai gát vízszintjét, ezután pedig támadást intézett a létesítmény ellen. Az ukrán vezetők pontosan tisztában voltak vele, hogy mekkora katasztrófát fognak okozni, és mégis végrehajtották ezt a terrorcselekményt, mondta Nikolaj Patrushev, az orosz biztonsági tanácsvezetője. A víztározó folyamatos kiürülése környezeti katasztrófák sorát okozza. A kiapadó mederben elpusztult halak százezrei láthatóak. Itt vagyunk a víztározó partjánál, és amit látunk, az egy ökológiai katasztrófa. A gát felrobbantása után a vízszint olyan gyors ütemben kezdett csökkenni, hogy a halaknak nem volt elég ideje beljebb úszni. Nem hiszem, hogy nemzetközi segítség nélkül meg tudnánk birkózni egy ekkora csapással, mondta egy környékbeli lakos. Az ukrán miniszterelnök szerint azonban a térség ennél még sokkal súlyosabb hosszú távú környezeti hatásokkal néz szembe. A vízerőmű elpusztulása következtében legalább 150 tonna gépolaj szivárgott a folyóba, és fennáll az esélye, hogy további 300 tonna is a folyóba ürülhet. A régió teljes növény- és állatvilága veszélyben van, ezért kijelenthető, hogy a gát elleni támadás emberiesség elleni bűncselekmény volt, mondta Denis Smihal, ukrán kormányfő egy nemzetközi gazdasági fórumon. Szakértők szerint bár a megsemmisült víztározó látta el hűtővízzel a zaporizsiai atomerőművet, a reaktorok egyelőre biztonságban vannak. A megnövekedett biztonsági kockázat miatt azonban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy új, a korábbinál nagyobb számú ellenőrző csoportot küld a helyszínre. Elindult az első magyar segélyszállítmány az áradással sújtott herszoni területekre. Az ökumenikus segélyszervezet élelmiszert és higiéniai cikkeket küld, több munkatársuk pedig a helyszínen segítkezik a katasztrófa érintettjeinek. Közben Kárpátaljára is újabb támogatás érkezett, Magyarország 34 autóbuszt küldött a térségbe. Örülünk, hogy mindig gyorsan és hatékonyan tudunk reagálni, ez így is lesz, amíg csak tart a háború. Magyarország mind a saját területén, mind Ukrajnában igyekszik megadni azt a segítséget, amire az ukrán nép rászorul ebben a nehéz helyzetben. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára a magyar-ukrán határ mellett fekvő Tisza Salamonban, ahol átadta azt a 34 helyközi autóbuszt, amiket a Volán busz ajánlott fel. Ma ezt a 34 buszt át tudtuk szállítani, és ezek egyből indulnak is, leginkább egyébként át variálva egy kicsit a terveket, most a legjobban sújtott Herszon területére, ahol ugye az áradás miatt egy katasztrófa helyzet alakult ki. Ott van egy csapatunk, aki dolgozik, és tegnap elindult egy újabb pusztonás segélyszállítmány. A gátszakadás idején a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képviselői a felrobbantott vízerőműtől 150 kilométerre voltak, így gyorsan fel tudták mérni, hogy mire van a leginkább szükség. Lehen László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgatója elmondta, az első segélyszállítmányt már el is indították. Most elindult egy 20 tonnás segélyszállítmány, 33 raklapnyi élelmiszer, tartós élelmiszer és higiénia, amivel lehet ezeket az embereket segíteni. A mai nappal a Kijevi irodában
hibánkból plusz munkaerők lemennek, többek között magyar munkatársunknak a vezetésével, tehát egy elég komoly tímünk lesz a helyszínen, csapatunk lesz a helyszínen. Egy 50 millió forintos keretből elkezdünk most segélyezni, úgy, hogy mindig egyeztetjük a helyi hatóságokkal, hogy hol, milyen helyen van, mire van szükség. A magyar kormány 2,5 millió eurós többlettámogatása nélkül nem jöhetne létre a Beregszász melletti Makkos Jánosiban épülő hulladéklerakó és válogató üzem. Erről már egy hulladékgazdálkodásról szóló konferencián beszélt a külügyi államtitkár Kárpátalján. Magyar Levente azt mondta, a magyar kormány hosszú távú partnerségre készül Ukrajnával. Akár atomháborúhoz is vezethet, ha a nyugati döntéshozók útmutatónak veszik Soros György javaslatait, erre hívta fel a figyelmet az Origó azután, hogy a milliárdos spekuláns az ukrajnai háború folytatását sürgette. Soros György szerint az ukrán ellentámadás célpontjának a Krím-félszigetnek kell lenni, ez azonban az elképzelhető legsúlyosabb orosz válaszcsapást válthatja ki. Soros György terve akár atomháborút is kirobbanthat. Erről ír az Origó abban a cikkben, amelyben a portál a magyar származású amerikai milliárdos ukrajnai háborúval kapcsolatos tervének lehetséges következményeit elemzi. Soros György szerdán saját Project Syndicate nevű oldalán taglalta, hogy az eddig súlyos emberáldozatokkal járó harcok kimenetelének álláspontja szerint Ukrajna győzelmét kell hoznia. Úgy gondolom, hogy az ellentámadás sikeres lesz, a célpont a Krím-félsziget lesz, az orosz haditengerészet központi bázisa, jelentette ki Soros György. Rémisztő, ha a nyugati baloldali vezetők és a brüsszeli bürokraták Soros György cikkét egyfajta útmutatóként kezdik kezelni, fogalmaz az írás kapcsán az Origó. A portál szerint a Krím elleni támadás az utolsó vörös vonalnak számítana az oroszok számára, és egy ilyen inváziót Moszkva úgy értelmezne, hogy veszélyben van Oroszország léte. Ez pedig azt jelenti, hogy a nukleáris doktrínájuk szerint Oroszországnak atomfegyverhez kellene nyúlnia. A háborúról szóló írásban Soros György egyenesen arról ír, hogy az ukránoknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a Krímet elzárják az ivóvíz elől, beleértve a polgári lakosságot, köztük nőket és gyerekeket is. Hívja fel a figyelmet az Origó, hozzátéve, hogy az okfejtés új megvilágításba helyezi a novakahovkai vízerőmű gátjának felrobbantását is. Az Origó szerint mindeközben Soros György fia is aktivizálta magát. Alexander Soros kedden a Twitteren tett közzé egy fotót, amelyen az Egyesült Államok alelnökével, Kamala Harris-szel szerepel. Csak hogy az nem derült ki, miről egyeztettek, a találkozó ugyanis nem szerepelt az elnök nyilvános programjában, és hivatalának szóvivője sem válaszolt az üggyel kapcsolatos megkeresésekre, írja az Origó. A Soros hálózat fehérházi befolyásáról korábban a New York Post is írt. Az amerikai lap szerint a milliárdosnak nagyobb befolyása van a Biden-féle vezetésre, mint bármelyik korábbi kormányzatra valaha. A Fox News azt is összeszámolta, hogy Soros György fia, Alex Soros apja képviselőjeként 2021 óta legalább 14 alkalommal járt a Fehérházban. A probléma egyik része, hogy az Egyesült Államok a háborúban hisz, és nem tárgyalni, hanem győzni akar. Ez pedig világra szóló pusztítást fog okozni. Erről a Columbia Egyetem fenntartható fejlődési igazgatója beszélt az M1-nek adott exkluzív interjújában. Jeffrey Sachs úgy fogalmazott, a háború folytatása mögött az Egyesült Államok és lobbisták nyomásgyakorlása áll. A szociális programokat visszavágta az USA, de a katonai költségeknél a határa csillagos ég. Ez egyrészt egy ideológia az Egyesült Államokban, miszerint a háború mindenek előtt való, másrészt pedig a lobbisták hatása, akik csilliárdokat keresnek a hadiiparon, a fegyvereket pedig most éppen Ukrajnában próbálják ki. Ideológia és pénzügyi érdek egyszerre. Mondta a Columbia Egyetem igazgatója, aki hozzátette, amíg senki sem mondja ki, hogy ennek véget kell vetni, addig a háború a nukleáris fenyegetettség és a további emberáldozatok irányába halad. Késsel támadt kisgyerekekre egy parkban egy álmokfutó a kelet-franciaországi Annecy városában. Összesen 6 sérültek meg, 4-3 év alatti gyermek és 2 felnőtt, mindegyikük állapota súlyos. A támadó egy menekült státusszal rendelkező szír férfi, az ügyészség szerint egyelőre semmi sem utal terrortámadásra. Mentőhelikopterek zajától volt hangos a kelet-franciaországi Annecy városa csütörtök délelőtt. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki abba a tóparti parkba, ahol egy támadó több embert megkésett nem sokkal 10 óra előtt.
A szemtanúk beszámolói szerint a férfi először egy csapat kisgyerekre támadt, miközben összefüggéstelenül kiabált. Eddig 6 sérültről tudni, 4 kisgyermekről és 2 felnőttről. A legfiatalabb sérült még nincs 2 éves, de a többi gyermek is mind 3 év alatti. Időbe telik, még a szülők újra játszótérre viszik majd a gyerekeiket, szerintem ez a trauma örökre Anszi városával marad. Tudomásom szerint itt még soha nem történt ilyesmi. Mindenki arra számít, hogy ez csak olyan nagyvárosokban történik, mint Marseille, Párizs vagy Lyon, vélekedett egy helyi férfi. A rendőrség végül lábon lőtte és elfogta a menekülő fegyverest, a környéket pedig lezárták. A francia sajtó úgy tudja, hogy a támadó egy szír bevándorló. A 31 éves férfi 10 éve érkezett Svédországba, ahol idén áprilisban hagyták jóvá menedékkérelmét. Nős kereszténynek vallja magát, a felesége svéd, közös kislányuk 3 éves. A migráns tavaly a francia hatóságoktól is kért menedékjogot, egy ismerőse szerint pedig már 7 hónapja az országban élt. A rendőrség is terrorelhárítási nyilvántartásokban eddig nem szerepelt, és mentális betegséggel sem kezelték. A francia nemzetgyűlés csütörtöki ülésén egy perces néma csenddel szakították félbe a képviselők nyugdíjreformról szóló vitáját. Az alsóház elnöke arra kért a jelenlévőket, hogy ez alatt gondoljanak a súlyos támadás áldozataira és a hozzátartozóikra. Eközben Annecyba utazott a francia miniszterelnök és az ország belügyminisztere is. A helyi hatóságokkal közös sajtótájékoztatóján Elisabeth Bonn kormányfő arról beszélt, hogy még vizsgálják a támadás indítékát, amelyet nem tekintenek terrorakciónak. A nyomozás tisztázni fogja az okot és a támadó profilját, és természetesen mindenre fényt kell deríteni. De a mai nap az együttérzésről szól, és azért vagyunk itt a belügyminiszterrel, Annecy lakosai mellett, hogy kifejezzük az egész nemzet támogatását és szolidaritását, fogalmazott a párizsi kormányfő. Emmanuel Macron francia elnök pedig közösségi oldalán ítélte el a késelést. Azt írta, ma reggel egy gyáva támadás történt Annecy egyik parkjában, gyerekek és egy felnőtt került élet és halál közé. A nemzetet sokkolták a történtek. Gondolataink az áldozatokkal, valamint családjukkal és a helyszínre vezényelt mentőegységekkel vannak. Jövő hétfőn már újra beülne az Európai Parlamentbe Eva Kaili, a brüsszeli korrupciós botrány főszereplője. Az EP korábbi szocialista alelnökét azzal gyanúsítja a belga rendőrség, hogy pénzt fogadhatott el Katartól és Marokkótól azért, hogy az Unióban lobbizzon az arab országok érdekében. A politikus házi őrizetét nemrég szüntették meg, ő pedig ott folytatja, ahol a botrány kirobbanásakor abba hagyta. Eva Kaili a brüsszeli korrupciós botrány főszereplője, amióta megszüntették a házi őrizetét, aktív a közösségi médiában. Twitter oldalán még mindig az Európai Parlament alelnökeként tünteti fel magát. Annak ellenére, hogy több mint 600 képviselőtársa tavaly decemberben úgy szavazott, hogy távoznia kell a posztjáról a görög szocialista politikusnak. Eva Kaili szívesen nyilatkozik a sajtónak is. A legutóbb a baloldali Corriere della Sera-nak. Az olasz napilapnak bírálta azokat a képviselőket, akik elmozdították az alelnöki székéből. Szomorú látni, hogy az ártatlanság vélelmét nem tartják tiszteletben. Sajnálom, hogy egyik EP képviselő sem keresett meg, hogy meghallgassa az én verziómat, panaszkodott a lapnak. A görög szocialista politikust több társával együtt még tavaly decemberben tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A rendőrség csaknem 1,5 millió eurót foglalt le a házkutatásokon. Eva Kaili otthonában is pénzkötegek lapultak, mintegy 150 000 eurót találtak nála. Kaili édesapját is elfogták egy brüsszeli szállodánál, miközben egy bankjegyekkel teli bőröndel próbált menekülni. A vesztegetési ügyben Eva Kaili élettársát, Francesco Giorgit és a volt olasz EP képviselőt, Pier Antonio Panzerit is meggyanúsították a belga hatóságok. A gyanú szerint Eva Kaili pénzt fogadhatott el Katartól és Marokkótól azért, hogy az Unióban lobbizzon az arab országok érdekében. Eva Kaili a Corriere della Sera-nak egy elképesztő magyarázattal állt elő a lakásában talált bőrönnyi pénzről. Azt mondta, hogy a pénzzel teri bőrönd az ügy másik szereplője, a korábbi EP képviselő NGO vezető Pier Antonio Panzeri irodájából származik. A lakása emeletén volt, ahol amúgy sosem szokott járni, és azt vissza akarta adni Panzerinek. Kaili állítása szerint csak annyit tudott, hogy Panzeri adományokat gyűjt civil szervezetével egy nemes célra. A korrupciós botrányba keveredett politikus az olasz lapnak arról beszélt, hogy szerinte nincs is ügy, és ezt mi sem támasztja jobban alá, mint hogy fél év nyomozás után semmi új nem történt. Az eljárás alatt álló EP képviselő egyúttal azt is tagadta, hogy lobbisták befolyása alá került volna. Eva Kaili úgy fogalmazott,
Az Európai Parlamentnek olyan védelme van, amit egy lobbista sem tud lebontani. Ennek ellenére Eva Kaili rendszeres vendége volt egy kriptovalutával üzletelő cégnek, amely minden évben luxus konferenciát szervezett. Az egykori EP alelnök rendre feltűnik a cég videóin, amelyek a találkozóikat örökítik meg, amiket hol az angol milliárdos Richard Branson karibi magánszigetén, hol pedig egy marokkói luxusszállodában rendeztek meg. Itt a korrupcióval gyanúsított EP képviselő mellett feltűnik a Magyarországot évek óta bíráló G. Verhofstadt is. Az ő zavaros pénzügyeit is nagy terjedelemben tálalta a sajtó. Eva Kaili arról is beszélt, hogy a jövő hétfőn már újra az Európai Parlamentben szeretné képviselni a választóit. Nyilatkozatai szerint az uniós intézmény június 12-i ülésén már részt venne. Egyúttal háláját fejezte ki a Soros György támogatta Amnesty Italynek, mert felszólalt az ügyében. Hivatalos látogatásra Türkmenisztánba utazott a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán egy fényképet is megosztott a fogadásáról, amelyhez azt írta, azért érkezett Türkmenisztánba, mert Közép-Ázsia országai a békepártján állnak és hídszerepet töltenek be kelet és nyugat között. A kormányfő ma este a türkmén nemzeti tanács elnökével találkozik, holnap pedig a türkmén elnökkel tárgyal, akivel együttműködési megállapodásokat is aláírnak. A Türkmenisztánból származó földgáz enyhítheti az európai energiaválságot, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután Türkmenisztánban tárgyalt. Szijjártó Péter azt mondta, az ukrajnai háború és az arra válaszul elrendelt szankciók okozta energiaválság megoldása érdekében Európában újabb források bevonására van szükség, és ebben a türkmenisztáni földgáznak is szerepe lehet. Türkmenisztánban jelentős földgázmezők vannak, viszont hiányoznak a megfelelő szállítási útvonalak Európa felé. Magyarország rendkívüli módon érdekelt az infrastruktúra kiépítésében, hogy a türkmén földgázt is be lehessen vonni az európai és esetleg a magyar energiamixbe. Nagyobb veszélyben van a globális biztonság, mint az utóbbi 70 évben. Bármikor erre figyelmeztetett ugyancsak a külgazdasági és külügyminiszter Riádban, ahol részt vett az iszlám állam ellen harcoló globális koalíció ülésén. Szijjártó Péter azt mondta, soha nem volt ekkora a veszélye a harmadik világháború kitörésének, és nem zajlott ilyen nyílt és szégyentelen hivatkozás nukleáris képességekre, emellett pedig minden eddiginél súlyosabb a terror fenyegetettség. A harmadik világháború kitörésének esélye, a nukleáris kapacitásokra vonatkozó teljesen nyílt hivatkozás és a soha nem látott súlyosságú terrorfenyegetés összességében jelenti azt, hogy a globális biztonság most olyan veszélyben van, mint az elmúlt 70 évben soha. Az uniós szankciók jobban ártottak nekünk, mint Oroszországnak, erről beszélte a Svájcban hivatalos látogatáson tartózkodó köztársasági elnök egy helyi napilapnak adott interjúban. Novák Katalin elítélte az orosz agressziót, de arra is felhívta a figyelmet, hogy senki sem tudja, hogyan lehetne a háborúzó feleket tárgyalóasztalhoz ültetni. Novák Katalin svájci programja csütörtökön a Berni szövetségi épületben kezdődött. Az államfő találkozott Martin Candinasztal, a svájci nemzeti tanács elnökével. Előtte azonban a Neue Zürcher Zeitungnak adott interjút. A köztársasági elnököt itt főként az ukrán-orosz háborúról kérdezték. Novák Katalin úgy fogalmazott, Magyarország álláspontja világos, nem küld fegyvereket Ukrajnába. Az uniós szankciókkal kapcsolatban pedig elmondta, azok jobban ártottak nekünk, mint Oroszországnak, ezért sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani erre a szempontra, ahelyett, hogy kizárólag Oroszország megbüntetésére összpontosítanánk. Tette hozzá. Novák Katalin délután a Swiss Economic Forumon vett részt. Svájc vezető gazdasági konferenciáját Interlakenben rendezik, és a világ minden tájáról érkeztek vendégek. A magyar államfő kiemelt előadója volt a rendezvénynek. Beszédének címe Magyarország szerepe Európában. A demográfia napjainkban kulcsfontosságú versenyképességi tényező, fogalmazott Novák Katalin. Hozzátette, hazánk mindent megtesz azért, hogy a vágyott gyermekek megszülethessenek. NATO tagként a GDP 2%-át költjük védelmi célokra, de Magyarországon 6%-át fordítjuk a családok támogatására. Ez a 6% a legmagasabb átlag az egész világon. Emellett az adórendszerünk erőnyös a gyermeket vállalók számára. Minél több gyermeke van egy szülőnek,
annál kevesebb jövedelemadót fizet, mondta Novák Katalin. Novák Katalin a konferencián arról is beszélt, Magyarországon egy szülőnek minél több gyermeke van, annál kevesebb jövedelemadót fizet. Ez pedig azt jelenti, hogy egy 4 gyermeket vállaló édesanyának soha többet nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A Híradót Interlakenből, Svájcból Kucsov Renáta tudósította. Itthon tovább csökkent az infláció, a májusban mért 21,5%-os árdrágulásra a gazdaságfejlesztési miniszter úgy reagált, a fogyasztói árak mérséklődése egyre dinamikusabb, a kormányzati intézkedések pedig működnek. Akció, akció hátán. Ennek a nagykállói kisboltnak nem kellene részt vennie a június 1-én elindult kötelező akciózásban, ennek ellenére igyekszik minél többször, minél olcsóbban adni termékeit. Van olyan idős nagymama, aki az akciós újsággal érkezik meg hozzánk, és egyesével kipipálja, hogy neki mire van szükség, és csak azt viszi el tőlünk. Tehát az akció jelen esetben egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert ezzel tudjuk bevonzani a vásárlókat, akár a régit, akár az újakat, és ezzel tudjuk a boltnak a marketingét tovább építeni. A tavasszal indult akciós hullámnak is köszönhetően az elmúlt hónapokhoz hasonlóan májusban is fékeződött az infláció, amely így már 21,5%. Ráadásul 2020 novembere óta először csökkent, ahogy a szakemberek fogalmaznak, látható módon havi összehasonlításban is a mutatószám. A gazdaságfejlesztési miniszter közleményében azt írta, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az infláció mérséklődése egyre nagyobb ütemű, az év második felében pedig tovább gyorsul. Nagy Márton hozzátette, a magas árak letörése a kormány egyik nagy vállalása, és bizonyos, hogy az év végére egyszámjegyűvé válik az árindex. A 2024-es büdzsében a kormány már 6%-os éves inflációval számol. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, olyan költségvetésre van szüksége az országnak, amely megvédi a gazdaságot és a munkahelyeket. Nagyságrendileg egy 4%-os GDP növekedéssel számolunk 2024-ben, és a munkahelyek megtartása mellett, a 4,7 millió munkahely megtartása mellett remény van arra, hogy azok a fejlesztések, beruházások, amelyek a következő időszakban Magyarországra érkeznek, még tovább fogják növelni a foglalkoztatási szintet. A büdzsé tervezetét május végén, a hozzá kapcsolódó jövő évi adótörvényeket pedig a hét elején nyújtotta be a kormány az országgyűlésnek. Az országgyűlésnek benyújtott adócsomagban az eddig veszélyhelyzeti rendeletekben meghatározott adóemeléseket törvényi szintre emelik. A Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ez azt jelenti, hogy számos, már korábban megemelt közteher válik így véglegessé. Ez arra utal, hogy ezeket az adókat vagy illetékeket a jövőben tartós költségvetési bevételi forrásként alkalmazza majd a kormány. Ezek közé tartozik például a tranzakciós illeték, amit tavaly az értékpapír vásárlásokra is kiterjesztettek. Ilyen törvénybe emelt adó a légitársaságok által fizetendő hozzájárulás is, ami mostantól zöld adóvá válik, ezt azért kell a légitársaságoknak fizetni, mert káros anyagkibocsátók. Törvényben szabályozzák ezen túl az eddig rendeletben foglalt chipsadó emelést, a népegészségügyi adónak a kiterjesztését. Ez sem új adó, ezt most is kell fizetni, csak ezen túl már ezt egy törvényben szabályozzák. Az elemző hozzátette, lényegében csak egyetlen adó emelkedik jövőre, mégpedig az üzemanyagok jövedéki adója, ami január 1-től 40 forinttal drágítja meg a benzint és a gázolajat. A kormány ugyanis az uniós minimum szinthez igazítja az eddig az elvártnál alacsonyabban meghatározott jövedéki adó mértékét. Fontos, hogy a családi kedvezmény nem változik jövőre sem. A 2024-es büdzsé tervezete szerint, amit július első napjaiban fogadhat el a parlament, a családpolitikai kiadások, a családi adókedvezmények együttes összege meghaladhatja a 3300 milliárd forintot.
A DK általános lakásfelújítási programa csürget. Varjú László szerint foglalkozni kell a csaknem fél évszázados panel lakóépületek értékállóságával is. A programba az önkormányzatokat és az uniós forrásokat is bevonnák. Évente 100 000 darab panel lakást fel kell tudni újítani. El kell indulni ezen az úton. Ez egy olyan léptékű változáshoz, amely az emberek életminőségében, és nem, arról még nem is beszélve, hogy egyébként ez mennyi munkahely lehetőséget és egyébekre ad módon. Az LMP szerint a kormánynak meg kellene kérdeznie az embereket az akkumulátorgyárakról. Tetlák őr szerint ehhez egy országos népszavazásra lenne szükség. Az LMP tehát azt kéri, azt követeli a kormánytól, hogy kivételesen ne csak a szavakban legyen bátor, és merje érdemben megkérdezni az embereket arról, hogy a klíma és energiaválság idején szeretnék-e a multik érdekében feláldozni a termőföldeiket, szeretnénk-e feláldozni Magyarország vízkincsét. A Párbeszéd javaslatot nyújt be az országgyűlésnek a Nemzeti Energia és Klímaterv aktualizálására. Tordai Bence azt mondta, 2030-ig 60%-kal kellene csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, és 11,7%-kal kellene mérsékelni a teljes energiafelhasználást. A mostani 21%-os célról 42,5%-ra szeretnénk 2030-ra növelni a megújuló részarányt a magyar energiatermelésben. Ezeket a számokat tartalmaz és az ehhez kapcsolódó indoklást a Párbeszéd zöldek törvényjavaslata. A Mi Hazánk átgondolatlan döntésnek tartja a postahivatalok bezárását. Lantos János szerint a posta munkavállalóit és ügyfeleit is hátrányosan érintik a téves szemlélet alapján meghozott döntések. A posta bezárás az végül is csak egy tünet. Az végső ok ott van, hogy a Magyar Posta egész egyszerűen nem tudja eldönteni, hogy logisztikával szeretne foglalkozni, vagy pedig a pénzpiacon szeretne egy N plusz egyedik szereplő lenni. Ismét hatalmas károkat okozott az özönvízszerű eső. A Mátrában a legsúlyosabb a helyzet. Recskre sárlavina zúdult, 10 ház lakhatatlanná vált. Pászton villámárvíz alakult ki, a Szurdok-Püspöki felé vezető utat le kellett zárni. Ma van egyébként Medárd napja. A néphiedelem szerint, hogyha ma esik, akkor 40 napos esőre számíthatunk. Az előrejelzések szerint a következő napokban is lehetnek még heves zivatarok. Iszap tenger, ameddig a szem ellát. Sárlavina zúdult csütörtök délután Recskre, kidöntötte a kerítéseket és elárasztotta az udvarokat, de befolyt a házakba is, több közülük lakhatatlanná vált. 10 családnak kellett elhagyni az otthonát, aki nem tudott hova menni, annak átmenetileg az önkormányzat biztosít szállást. 7 darab ház, 8-9-10 házban van most egyelőre így kár, de hát nem tudjuk még, hogy mi lesz egyelőre. De akik itt laknak, azt mindent kiköltöztették innen. A hatalmas pusztítást többen videóra vették. Látszik, hogy mindent beborít a sár. Markolók segítségével próbálják menteni, amit lehet. Rövid idő alatt hatalmas mennyiségű eső zúdult le. Hömpölygött a víz Mátra Derecskén is. Tóvá változtak az utcák, az autósok csak lépésben tudtak haladni. A Szurdok-Püspöki bevezető utat le kellett zárni, mert kőtörmelék borította be. 2 nap alatt 120 mm-nyi eső esett a Mátrában. Heves és Nógrád vármegye több településén is súlyos károk keletkeztek. Szivattyúznak és pakolják a homokzsákokat Pásztón. Kijöntött a patak és elárasztotta az udvarokat, pincéket. A helyiek szerint legutóbb 2005-ben volt ekkora eső. Hétfőn adjuk meg a kárbejelentést, fotók, videók készültek. Bízunk benne, hogy a háznak az alapjában nem tett nagy kárt. Amit lehetett, kimentettek nekem onnan. Országszerte villámárvizek alakultak ki az utóbbi napok esőzései miatt. Tengelyig gázoltak az autók a vízben szerda délután Pirisvörösváron. És a fővárosban is, a Könyves Kálmán körút és a Kőbányai út kereszteződésében térdig ért a víz. Elárasztotta az aluljárót, egy autó el is akadt, a tűzoltóknak kellett kitolniuk, de állt a villamos forgalom is. Zivataros idő várható a folytatásban is. Az egész országban elsőfokú citromsárga figyelmeztetés van érvényben zivatarveszély miatt, több helyen pedig felhőszakadás is lehet.
Rövid idő alatt akár 50 mm csapadék is hullhat. A villámárvíz veszélye az északi középhegység térségében a legnagyobb, kisméretű jég sem kizárt. Ha Medárd napján esik az eső, akkor 40 napos esőre számíthatunk. Június 8-a Medárd napja, de amióta az időjárásról feljegyzéseket készítenek, még nem vált be soha a népi hiedelem, mondta az M1 meteorológusa. Laza Boris szerint a nyár eleje viszont általában mindig csapadékosabb. Azért ezt ennyire nem kell készpénznek venni, inkább csak az időjárás jellegére vonatkozik ez az időjóslás, tehát a következő hetekben az időjárás inkább csapadékosabb arcát mutatja. Közben duzzad a folyók, patakok vízszintje is az utóbbi napok esőzései után. Az agyban elsőfokú, a tarnán másodfokú készültség van érvényben. Villámárvizek okoztak gondot a határ túloldalán, Burgenlandban is, a tűzoltók legalább 100 riasztást kaptak egyebek mellett elárasztott pincék és garázsok miatt. Nezsiderben, osztrák nevén Neusiedlemzében több házba is betört a víz, a felsőőri Rödönyben pedig egy családi ház kéményébe csapott bele a villám. Sok helyen vízátfolyások és sár nehezítette a közlekedést, egy szakaszon pedig vonatpótlójáratokat indítottak, mert a sínek is víz alá kerültek. Vasúti alagútba kellett kimenteni egy vonatutasait az ausztriai Tirolban. Egy Hamburgba tartó éjszakai vonaton csaptak fel a lángok, amin 151 utas volt. A tűzoltók mindenkit kimenekítettek, 33 ember szenvedett könnyebb füstmérgezést. A hírek szerint a szerelvényen szállított autók gyulladhattak ki egy leszakadó felső vezeték miatt. Tűzoltók és mentősök csoportjai dolgoztak szerda este Vattenz városban, Tirolban. Több mint 700-an érkeztek a helyszínre, hogy segítkezzenek a település alatt húzódó alagútban rekedt több mint 150 ember kimenekítésében. Az éjszakai vonat Innsbruckból tartott Amsterdam felé. A 16 km hosszú Terfens alagúton áthaladt, amikor este 9 körül alig negyed órával az indulás után tüzet és füstöt észleltek az alagútban. A vonat azonnal megállt, bezárták az ajtókat és az ablakokat, majd riasztották a hatóságokat. A tűzoltók tudták, hogy kevés az idő, mert a vonaton szállított autók is meggyulladtak. Több mint 20 egységünk volt jelen a helyszínen, és 4 csoportra osztottuk őket. Miután bejutottak, sikeresen eloltották a tüzet, és tiszta levegőt juttattak az alagútba, mondta a tartományi tűzoltóság műveleti vezetője. Miután megszűnt a veszély, megkezdték az utasok evakuálását a szerelvényekből. Este 11-re mindenkit sikerült kimenekíteni. Közülük többen is könnyebb füstmérgezést szenvedtek, őket a közeli kórházakba szállították. A többieket buszokkal visszavitték Innsbruckba, ahol elszállásolták őket. Éreztük, ahogy lassan megáll a vonat. Aztán egy durranást hallottunk, majd bejelentették, hogy problémák vannak, ezért be kell zárni minden ajtót és ablakot. A hangos bemondó sem működött már, mikor végre szóltak, hogy el kell hagynunk a vonatot, mesélte egy utas. A felismerhetetlenségig összeégtek ezek az autók. A járművek a vonat hátsó szerelvényein sorakoztak, miközben tulajdonosaik a hálókocsikban utaztak. Osztrák lapértesülések szerint egy leszakadt felső vezeték zuhanhatott rá a gépjárművekre, ez okozta a tüzet. A nyomozás első része már lezárult, tudjuk, hogy valóban megsérült a felső vezeték, de a tűz pontos okát egyelőre nem tudjuk, mondta az osztrák szövetségi vasutak szóvivője. Hozzátette, a társaság szakemberei még dolgoznak az események sorrendjének megállapításán. Beborítja Észak-Amerikát a kanadai erdőtüzek füstje. A levegő romlása miatt riasztást adtak ki több államban. New Yorkban az elmúlt évtizedek legsúlyosabb légszennyezését okozza a füstköd. A hatóságok maszkokat osztanak, és arra kérik az embereket, hogyha tehetik, akkor inkább maradjanak otthon. Átmenetileg több repülőtéren is leállították a légiforgalmat. Kedden még verőfényes napsütésben csodálhatták a turisták New York ikonikus terét, a Times Square-t. Egy nappal később azonban már narancsszínű smog burkolta be a toronyházakat a 8 milliós városban. Az emberek többsége csak maszkban merészkedett az utcára, miután azokat ellepte a kanadai erdőtüzek északról érkező füstje. Az Egyesült Államok keleti partvidékén keddestétől vészhelyzetet hirdettek, a hatóságok fokozott óvatosságra kérik az időseket, illetve a keringési és légzőszervi betegséggel küzdőket. Bár az iskolákat nem zárták be, a diákoknak a szünetekben is az épületben kell maradniuk. Emellett mindenkit arra kértek, hogy maradjon otthon és tartsa zárva az ablakokat. Mi nyitott ablaknál aludtunk, aminek reggelre
megéreztem a hatását, kicsit fáj a fejem, annyira furcsa, mert a tömegközlekedésen maszkot szoktam hordani, az előbb szálltam le és levettem, viszont ahogy jöttem az utcán, úgy éreztem, muszáj visszatennem, mondta egy filadelfiai nő. New York állam kormányzója bejelentette, hogy több százezer maszkot osztanak szét a parkokban, kikötőkben, illetve a busz és metró állomásokon, a városvezetés pedig a tűzoltóságokon és rendőrkapitányságokon biztosít védőfelszerelést a légszennyezés ellen. New York egyes részein szerda estére a levegő szennyezettsége megközelítette a biztonságos határérték tízszeresét, a hatóságok pedig úgy számolnak, hogy a füst még napokig a térségben marad. A legutóbbi előrejelzések is északi szelet ígérnek, ami lehozza a füstöt Kanadából. Arra számítunk, hogy a füstfelhő a következő napokban nyugat felé halad tovább. Mozog, és szeretném, ha New York állam nyugati részén az emberek felkészülnének erre. Úgy számolunk, hogy a hétvégén enyhülni fog a helyzet, de nem lehet kizárni, hogy aztán visszatér a füst, nyilatkozta az állam kormányzója. Joe Biden amerikai elnök közben bejelentette, hogy az Egyesült Államok 600 tűzoltót küld Kanadának a tüzek megfékezésére, amelyek füstje több millió amerikai életét keseríti meg. Justin Trudeau ottawai kormányfő pedig katonákat is küldött a katasztrófa sújtotta területre. Jelenleg a fegyveres erők több száz tagja van bevetésen, emellett a kanadai hadsereg mindenben segít, kezdve az élelmiszerek és ellátmányok szétosztásától a környéken élő emberek számára, egészen az oltást végző légijárművek logisztikai támogatásáig, magyarázta a kanadai miniszterelnök. A hivatalos jelentések szerint Kanada keleti részén több száz helyen még mindig nem sikerült megfékezni a lángokat. A hetek óta tartó bozott tüzekben már csaknem 3,8 millió hektárnyi terület égett le. Több mint 10 000 ember továbbra is az idéglenes szállásokon kénytelen éjszakázni. Hétfő óta pedig több kanadai nagyvárosban, például Torontóban és Ottawában is vészhelyzetet hirdettek a sűrű füst miatt. A kiskörösi Petőfi Sándor evangélikus óvoda, általános iskola, gimnázium és technikum csapata nyerte a Bátrak Ligája döntőjét. Az országos versenysorozat célja az volt, hogy a sportos feladatok segítségével javítsa a fiatalok akaraterejét és bátorságát, és közben erősítse a közösségeiket. Lövészetben, vívásban, evezésben és egyéb erőt próbáló feladatokban mérhették össze tudásukat a diákok májusban Kiskörösön a Bátrak Ligája egyik fordulóján. 5 város adott otthont a versenysorozatnak, aminek a döntőjét csütörtökön Csepelen rendezték, ahol 14 csapat és több mint 100 tanuló versenyzett. Egyikük azt mondta, egy ilyen verseny rengeteget ad minden diák számára. Lehetőséget, hogy megmutassuk, hogy mert egy kis faluban vagyunk, és hogy mi is tudunk sokat mutatni. A versenysorozatok az általános iskolások 7. és 8. osztályos diákjai számára indultak. Bozó Tibor, a Honvéd vezérkar törzsigazgatója szerint a résztvevők mind nyertesek, hiszen ápolták a barátságot, erősítették a fizikumukat és pallérozták az elméjüket. Legyőztétek önmagatokat és kialakítottátok azt ez a 14 csapat, hogy nem csak én vagyok, hanem mi. Hú, ugye, hogy mekkora különbség van. Azt mondjuk, hogy közös célunk van. A közös cél az olyan, hogy mindenkinek oda kell tennie magát, mert aki egy kicsit lazaj, nem működik. A Bátrak Ligája a Honvédelmi Sportszövetség egyik legnépszerűbb versenysorozata. A célja az, hogy támogassa a magyar fiatalokat az élethez szükséges képességek megszerzésében. Egy ilyen versenyen az önismereti képességük fejlődik. Ugyanakkor csapatban küzdenek, az iskolájukat képviselik, és közösséget is építenek, és formálnak, és alakítanak, és kötődés alakítanak ki az iskolájuk felé is, meg a tanáraik felé is, meg egymás felé is. Idén 70 iskola, 560 versenyzője vett részt a vetélkedőkben. A végső győztes pedig a Kiskörösi Petőfi Sándor evangélikus óvoda, általános iskola, gimnázium és technikum csapata lett. Elkezdődött a 94. ünnepi könyvhét. Budapesten és számos vidéki helyszínen egészen vasárnapig több száz kiállítás és program várja az érdeklődőket. A cél mindenhol ugyanaz, közelebb hozni a könyveket és az olvasást az emberekhez. Ez a szívecske is lehet, hogy valakinek az ilyen szerencsehozó talizmánja volt. Turbuj Lilla mesekönyvével, a Talál cívvel ismerkednek a zalaegerszegi általános iskolások. A kicsik állandó vendégek a könyvtárban, de csütörtökön rendhagyó, interaktív módon ismerkedhettek meg a könyvekkel. Hogyha ilyen könyvek kerülnek a kezükbe, ezekre felhívjuk a figyelmet, akkor talán megmaradnak a könyv mellett. A képernyő persze az ott lesz az életükben mindig, de hogy emellett a könyv is ott legyen, talán ezek a találkozások is segítenek ebben. Gyerekkoromtól kezdve a könyvek
állandóan végigkísérték az életemet. Nyíregyházán a Kossuth díjas író és filmrendező Bereményi Géza nyitotta meg a könyvhetet. A programok részeként Gyulai Lévius Kossuth díjas grafikus művész illusztrációiból és rajzfilmes munkáiból nyílt kiállítás. Ez a könyvtáraknak az egyik legfontosabb ünnepe, bár nem pirosbetűs ünnep, de mi könyvtárosok, könyvkiadók, írók, költők nagyon várjuk, mert ez egy kötetlenebb forma, amikor az olvasó személyesen tud találkozni a kedvenc írójával, és az alkotás mellett, a könyv mellett magát az írót is meg tudják ismerni. Budapesten már hagyomány, hogy az ünnepi könyvhét a díszegyenruhába öltözött tűzoltózenekar zenés bevonulásával kezdődik. A fővárosban három helyszínen 170-nél is több kiállító várja a látogatókat. Ne hagyjuk, hogy életünk természetes részévé váljon a beletörődés, a közöny, a fásultság. A mi eszközünk a könyv. Az emberi tapasztalatok papírra vetett története, ezt kínáljuk az olvasónak azzal a szándékkal, hogy muníciót adjon a hétköznapokhoz. A négy napos rendezvényen a fővárosi Vörösmarty téren, a Dunakorzón és több nagyvárosban várják az érdeklődőket. A cél mindenhol ugyanaz, a könyv megismertetése és megszerettetése az emberekkel. Idén 60 éves a TV-Maci, ebből az alkalomból pedig a TV-Macit ábrázoló bélyegblokkot bocsátott ki a Magyar Posta a Mesehősök bélyeg sorozatban. A Posta és az MTV a 4 évvel ezelőtt mutatta be első mesehősös bélyegét, ami Süsű a sárkány szerepelt. Azóta Frak, Kukori és Kotkoda, valamint Mazsola és Tádéi szerepeltek már bélyegeken. Én vagyok a híres egyfejű. 4 éve már, hogy az MTV-ja és a Magyar Posta közösen forgalomba bocsátotta a Süsű a sárkánymásával ellátott bélyegeket. 2020-ban Frakkal, a Macskák rémével folytatódott a bélyeg sorozat. 1 évre rá elkészültek az újabb mesehősökkel ellátott bélyegek. A Kukori és Kotkoda című rajzfilm szereplőit ragaszthattuk a leveleinkre. Tavaly pedig a 60-as és 70-es évek ikonikus alakjai, a Mazsola és Tádé szereplői kerültek az MTV-je és a Magyar Posta által kiadott bélyegekre. A Weisenburger István nevével fémjelzett egyedi alkotások sora idén is bővült. A grafikus művész ezúttal is a magyar televíziózás történetének egyik legmeghatározóbb alakját vetette bélyegre. A legfiatalabbakat leszámítva szinte mindenki számára ismerősen csenghetnek ezek a dallamok. Idén 60 éve annak, hogy Bálint Ágnes szerkesztő dramaturga a TV Macival együtt magát a televíziós mesefogalmát is megteremtette. Az esti mese címszereplőjének máig ismert formáját a báb tervező Foki Otto alkotta meg 1982-ben. Az MTV-ja és a Magyar Posta által csütörtökön forgalomba helyezett mintegy 50 ezer bélyegen mindkét főszereplő, vagyis a TV Maci és Paprika Jancsi is szerepel. Weisenburger István grafikus művész segítségével állítottuk össze ezt a bélyegblokkot. Bálint Ágnes író és Foki Otto bábtervező alkotása van rajta, tehát az akkori TV Maci, és az életüknek 3 jellegzetes rész életciklusát mutatja be a bélyeg maga, ugye a fogmosás, az esti mesenézés és az alvás. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója azt mondta, a TV Maci egy hungarikum, ami a nemzettudatunk részévé vált. Maga a TV Maci az, ami jelképezi a közmédiának azt a misszióját, amit mi a gyerekek felé szeretnénk közvetíteni, hogy nem csak a szórakoztatás, hanem mondjuk a játékosan nevelés, talán ez a legjobb kifejezés, hiszen a TV Maci jelentette a mesek kezdetét, de bemutatta, hogy egyébként egy gyereknek melyek azok az alapfeladatai, amit egyébként egy esti lefekvés előtt meg kell valósítania. A TV Maci játékosan hívta fel a gyermekek figyelmét a rendrakás, a rendszeres tisztálkodás és az alapos fogmosás fontosságára, és nem utolsó sorban arra is, hogy időben feküdjenek lealudni. Eddig tartott most a híradó, azonnal jönnek a sporthírek Pápál, előttől utána pedig kezdődik már a 48 perc, a házigazda Lánci Tamásra tehetik, maradjanak velünk.